A 29 méter magas, 7 szintes torony tetejének közelében járnak már a kivitelezők. Felfalaszták és statikailag megerősítették a toronytestet, hamarosan az utolsó fázishoz érkeznek. A záróelem már elkészült, hamarosan a helyére kerül. Ez majd a torony tető lesz, amit Daru emel fel majd a maga idejében, akkor, amikor elkészül ez az alsó toronytest. A régészeti feltárásokat követően augusztusban kezdődött az építkezés. 100 köbméter betont, 12 tonna betonacélt és mintegy 50 ezer téglát használnak fel. Ütemterv szerint haladnak. Az időjárás egy picit az utolsó napokban nem kedvezett, úgymond az építkezésnek, ezzel együtt nagyon szépen haladnak a kivitelezési munkák, és hát reméljük, hogy a jövő hónap végére sikerül befejezni, legalábbis ami a toronytestet illeti, olyan, tehát fedél alá kerül úgymond az épület rész. A torony tervei már a templom 76 évvel ezelőtti építésekor is megvoltak, de nem jutott rá pénz. A gyülekezet 2005-ben kezdett gyűjtésbe, hogy a szükséges 75 millió forintot előteremtsék. A költségekhez az önkormányzat is hozzájárult. Utána az integrált városfejlesztési stratégia pályázatba a templomnak a felújítása ugyan belefért, meg beletartozott, de nem tartozott bele a toronyépítése, szóval akkor úgy döntöttünk, hogy próbáljunk meg hozzájárulni ehhez a toronyépítéshez. 10 millió forinttal hozzájárult a város. A torony csúcsára a református templom hagyományos csillagdísze kerül majd. Három harangot öntetnek és toronyórát is felszerelnek. A felszentelésre jövőre kerülhet sor.